Farm Management, kihívások és megvalósítás címmel tartottak kerekasztal beszélgetést a 35. bábolnai gazdanapokon, ahol egyebek mellett a precíziós gazdálkodás előnyeiről, a digitalizációról és további témákba vágó információkról értekeztek a szakemberek. Tehát az adatalapú gazdálkodás, ugye az adatfogalma ugye azzal kapcsolatban, hogy minél több információt szerezzünk és exakt döntéseket hozzunk, ez mindenképpen szükséges, hiszen javarészt a gazdálkodók bizonyos százaléka érzelmi alapon hozza meg a döntéseket, de egy ilyen kiélezett versenyhelyzetben, amelyet a klimatikus tényezők és ugye a világgazdaság okoz, elengedhetetlen az, hogy olyan eszközöket és olyan döntéstámogató rendszereket használjunk, amelyel objektív módon tudjuk meghozni a döntéseinket, és ezáltal eredményesebbé, profitábilisabbá tudjuk tenni a gazdaságunkat. És hogy miért nem használják ezt széles körben, ugye volt egy ilyen kérdés is, ez folyamatosan növekvő tendenciát mutat, mindenki látja annak a hasznát, hogyha exakt tényekre alapozottan hozza meg az egyes döntéseket, amelyek eredményesebbé tehetik, az a profitabilitást növeli elsősorban, és ezáltal ugye hatékonyabban fog tudni gazdálkodni. Elsősorban én a precíziós gazdálkodásnak az előnyeit abban látom, és rögtön egy ilyen fogalmi meghatározást szeretnék rendbe tenni a gazdálkodók fejébe, hogy a precíziós gazdálkodás az tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy én megveszem a legdrágább precíziós eszközöket, legyen az egy traktor vagy egy differenciált kijuttatásra alkalmas hozzá csatolható eszköz, hanem ott kezdődik a precíziós gazdálkodás, amit itt a beszélgetés során is jól bőven kiveséztünk, hogy adatokat rögzítek, ami nagyon-nagyon hiányzik, és ezért rögzítem ezeket az adatokat, hogy bizonyos esetekben a döntéseimbe segítségre legyen. Mert ugye látjuk, hogy az időjárási körülmények milyenek, látjuk az input anyagárakat, tehát a gazdálkodóknak is én azt szoktam mondani, hogy el kell mozdulni abba az irányba, hogy vállalkozóként gondolkodnak. Igenis írom a költségeimet, igenis írom a hozamokat, igenis nekiindulok annak, hogy nem csak megcsináltatok egy talajmintavételt, mert kötelező, hanem kiértékelem az adatokat, és itt is ugye visszacsatolok az adatra, vagy például egy talajszerkezetet, vagy egy növényállapotot, ha mondjuk egy ilyen vegetációs indexet nézetek precízión belül, akkor kiértékelem azt a növényállományt, és esetlegesen nem a teljes állományt szórom, hanem például csak differenciáltan folt kezelek. Tehát költséghatékony, egyszerűen fontossága van az adatoknak, például amikor eljutunk oda, hogy oké, learadtuk a gabonát, és el kellene adni, és megnézem, hogy milyen piaci áron, vagy éppen mennyiért, hova tudom most leadni, nem szokták tudni a gazdálkodók, hogy az ott ponton addig nekik mi a bekerülési költsége annak az adott növénykultúrának. Ha viszont használok egy ilyen farm management szoftvert, és mondjuk vezetem rendszeresen, és ez egy telefonos applikáción keresztül is működik, tehát tudják így is vezetni, akkor a gazdálkodó belemegy és meg tudja nézni, hogy nekem ez a tábla eddig ennyibe került, most ennyi lett rajta a hozamom, ennyi leradom, megéri nekem most, szintén támogatja a döntésemet. Tehát legfontosabbnak talán azt mondom, hogy ott van jelentősége, hogy igazából sokkal költséghatékonyabban tudjanak gazdálkodni, és sokkal nagyobb hozamokat vagy nyereséget tudjanak elérni, és hogy miért nem annyira elterjedt, mert ez egy tévhit, hogy itt az 50 milliós meg a 100 milliós eszközökről beszélünk. Talán innen kéne elindulni, hogy egy kicsit vállalkozóként leülök és megnézem az előző évemet. Mondjuk ez a területem vagy a másik területem miért gyengébb, miért jobb. Ha van talaj, mint nem, nézzük meg, mi a különbség, akkor ide mit juttassak ki. Már azzal egy pici lépést tettem. És semmi nem vásároltam, csak adatot elemeztem. Támogatom a döntéseimet ebbe. Nyilván azért is, mert nagyon drágák az eszközök. Ugye például ez a precíziós pályázat, ez tavaly indult, ahhoz képest körülbelül 3-4-szer volt áremelkedés. Az eszközök ugye eurósak, az árfolyam kockázat, a piaci környezet. Tehát most azok, akik még el is indultak, most talán még nehezebben is elgondolkodnak rajta, mert egy úgymond tényleg egy válságos időszakot élünk, és akkor erre még rájött ez az aszályos év, ami jelen pillanatban van. Én nagyjából ezekben látom a problémát. Precíziós gazdálkodás előnyei, nagyon jó kérdés. Nagyon sok új eszköz és nagyon sok új technológia jön azzal a címszóval, hogy precíziós gazdálkodás. Nagyon sokféle és sokszor nem összeegyeztető, tehát különböző elemek jönnek, amiket a gazdálkodók megpróbálnak működtetni, és önmagában lehet, hogy működik és hozzáadott értéket termel, de én megfordítom a kérdést, és inkább a hátrányairól beszélnék, olyan szempontból, hogy
nem használják a gazdálkodók azokat a dolgokat, amikkel ezt összefoghatnák, és amivel a hatékonyságát vizsgálhatnák. Tehát amíg egy gazdálkodásban a digitalizáció nincs rendben, és kockás füzetből dolgozunk, vagy saját kútfőből, meg megszokás alapján, addig igazából nem beszéltünk arról, hogy hatékony-e a precíziós gazdálkodás, tehát adott technológiához, ahogy dolgozunk, ahogy dolgoztunk az elmúlt 10 évben, behozunk egy új elemet, egy új gépet, vagy a gépet felokosítjuk és precíziósá tesszük, és igazából nem tudjuk, tehát hogyha eddig nem jegyeztük le ezeket az adatokat, ami ezzel a technológiával vagy a gazdálkodásnak ezzel a részével kapcsolatos, nem tudjuk, hogy hatékonyabb-e, nem tudjuk, hogy olcsóbban gazdálkodunk-e, hogy az eredményünk nőtte tőle. Tehát akkor beszélhetünk precíziós gazdálkodás előnyeiről, hogyha ennek a hátterét is megteremtjük, ezek az adataink rendben vannak, és össze tudjuk hasonlítani a korábbi technológiákkal. Nálunk a saját példámból kiindulva a precíziós gazdálkodás rendszerelemek bevezetésével kezdődött, de mindenképpen szerettük volna komplex irányba felfűzni a dolgot, és úgy megvalósítani egy adatalapú gazdálkodást. Nem mondom, hogy tökéletes színvonalon műveljük most, ami elsősorban előny számunkra, és ez fogott meg minket először, az a előírás térkép alapú munkavégzés, differenciált megoldásokkal, ugye input anyagkijuttatásokkal, és az ennek során előálló munkaminőségi biztonság, tehát egy úgynevezett minőségbiztosítás lépett fel a rendszerbe. Hát azt jelenti, hogy nem lehet játszani dózisokkal, nem lehet játszani munkavégzés sebességével, semmivel, hanem egy térkép alapon fel vannak töltve az előírás térképek, azok meg végre vannak hajtva, összehasonlítható az előírás és a munkavégzés, plusz egyéb térképek, sebességtérkép, motorterhelési mutatók, stb. És aztán a végén ez ugye bármikor elővehető és elemezhető, és a majdani hozamtérképpel is összehasonlítható, és okokozati rendszer kereshető köztük. Én azt gondolom, hogy a precíziós gazdálkodásnak a legfontosabb előnyeiként meg kell említeni azt, hogy innentől adat alapú döntéshozó rendszerekben fogunk tudni gondolkodni. Tehát a helyspecifikus gazdálkodás, amikor a precíziósról beszélek, én ilyenkor a helyspecifikus gazdálkodást értem. Amikor a helyspecifikus gazdálkodás adatgyűjtését végezzük, akkor ugye meg tudjuk majd azt nézni, hogy különböző területeink hogy fognak viselkedni, ezt hogy tudunk majd beavatkozni, megfelelő gépekkel fogjuk tudni ezeket majd elvégezni, ezeket a munkafolyamatokat. Az előnyét elsősorban abban látom, hogy környezetkímélő a megoldás, abban látom, hogy megpróbálja az input anyagokat minimálisra szorítani, a kellő mértékű minimalizálásra, és természetesen ugye megpróbálja a minél hatékonyabb művelést elérni a megfelelő területen.